Kedves magyar testvéreim, a mai napon, a mai időkben még inkább érvényes a Mi Hazánk mozgalom azon jelmondata, amely Szabó Dezsőtől származik, miszerint minden magyar felelős minden magyarért. Ezért vagyunk most itt, de gondolatban azt hiszem, hogy minden magyar most Kárpátalján van, Trianonban elszakított nemzettestvéreinkkel, ugyanis háború van. Tőlünk nem is annyira messze, és mi magyarok történelmünkből pontosan tudjuk, hogy mit jelent a háború. És arról is érkeztek már hírek, amint azt az előttem felszólalók elmondták, hogy már van kárpátaljai magyar áldozata is az orosz-ukrán háborúnak. Ennek nem szabadott volna megtörténnie. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalomnak határozott álláspontja, hogy Magyarország semmilyen módon nem sodródhat bele ebbe a háborúba. Abba a háborúba, amely tulajdonképpen azért robbant ki, mert az egypólusú világrendet erőltetik, a magát világcsendőrnek tartó Amerikai Egyesült Államok, amely mindig demokrácia exportőrként tünteti fel magát, évek óta fegyverezte Ukrajnát. És mit látunk itthon? A balliberális oldal miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter, a Momentum alapítója Fekete Győr András kijelenti, hogy ő bizony fegyverekkel támogatná Ukrajnát. Fegyverekkel azt az ukrán soviniszta magyar ellenes kormányt, amelytől a kárpátaljai magyarság nem sok jót kapott az elmúlt időszakban, de számukra nem ez a fontos, hanem hogy megfeleljenek globális nagyuraiknak, ezzel viszont végpusztulásba taszítanák Magyarországot. Főleg annak tükrében ugye, hogy hallottuk és tudjuk, hogy Oroszország a világ vezető nukleáris hatalma, és megmondták, hogy mire számíthat az, aki ebbe a konfliktusba fegyveresen avatkozik közbe. Ezért óriási kockázatnak tartjuk azt is, hogy amerikai csapatok érkezzenek hazánkba. Nem tudjuk éppen ezért elfogadni a magyar kormány álláspontját sem, hiszen Brüsszel és Washington kérésére információink szerint 200 amerikai katona érkezik hazánkba, ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Ukrajna területi integritásának éjjel-nappali hangoztatása helyett azt gondoljuk, a kárpátaljai magyarságra kell elsősorban fókuszálnia a magyar kormánynak és mindenkinek. Nem akarjuk, hogy akár egyetlen kárpátaljai magyart is a frontra vigyenek, hogy ott meghalljanak. Ez nem a mi háborunk, nekünk ehhez semmi közünk, ezt meg kell üzenni az ukrán kormánynak. Azonban felhívom arra a figyelmet, hogy a kárpátaljai magyaroknak, akik valós menekültek, nem olyanok, mint akik az elmúlt években érkeztek, gazdasági menekültek Afrikából vagy Dél-Ázsiából, kötelességünk segíteni, és a Mi Hazánk mozgalom példát szeretne mutatni, már folyamatban vannak az akcióink, segítjük a kárpátaljai nemzettestvéreinket, és arra szólítok fel itt ezen a helyen is mindenkit, hogy mindenki a saját lehetőségei szerint segítse a háború elől menekülő magyar nemzettestvéreinket. Továbbá fontos információ, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, az elmúlt napokban azt mondta, hogy ENSZ békefenntartókat szeretne a térségbe. Abban az esetben, hogyha az orosz és az ukrán fél békés körülmények között ENSZ felügyelettel úgy döntene, hogy rendezni kívánja Ukrajna jövőbeli státuszát, akkor a magyar kormánynak az 1991-es kárpátaljai népszavazás dokumentációját el kell juttatnia az ENSZ-hez, ahol Kárpátalja önrendelkezéséről döntöttek, hogy valamiféle autonómiát kapjanak. Ez nagyon fontos. És azt gondolom, záró gondolatként még azt szeretném nektek elmondani, biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk, ha lehet így mondani, eszmei iránytűje, hogy a történelem kihívásaira keressük a magyar érdekű válaszokat, ez még inkább aktuális ma, ezért azt kell mondanunk és azt fogadjuk meg, hogy csak a magyar érdek számít nekünk, semmi más. Isten óvja Kárpátalját, Isten óvja valamennyi magyar testvérünket a Kárpát-medencében, szerte a nagyvilágban, mutassuk meg, milyen a nemzeti szolidaritást, nyújtsunk egymás felé kezet, és segítsünk tényleg azoknak, akik bajba jutottak. Talán ismeritek mindannyian az indulót, amely úgy hangzik, hogy Árpád apánk, ne félsd ősi nemzeted, nem vész az el, ha eddig el nem veszett. Igen, Árpád vezér annak idején a Kárpátalján található Vereckei hágon
foglalt hont itt a Kárpát-medencében magyarjaival, több mint 1000 éve itt vagyunk, sőt, szkíta és hun elődeinknek köszönhetően már még régebb óta, és itt is maradunk mindörökre. Éljen Kárpátalja, voltunk, vagyunk, leszünk, köszönöm a figyelmet!